Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Budakalász Ma című hírműsorunkat látják. Következzenek legfontosabb híreink röviden. Családi túra. Több mint 700-an vettek részt a Kevélyre fel programon május 1-én. Májusfa. Feldíszítették az ágakat a német nemzetiségiek a Schwab tájház kertjében április 30-án. Benzinár. Május 4-től újabb 4-4 forinttal csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. A kormány üdvözli a MOL bejelentését, miszerint szombattól, azaz május 4-től újabb 4-4 forinttal csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. Ezt a csökkenést egyes piaci szereplők már pénteken érvényesíteni fogják kiskereskedelmi áraikban. Ez egy újabb kedvező lépés, amellyel a hazai üzemanyagárak közelebb kerültek a régiós árakhoz, állapította meg csütörtöki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kormány célja, hogy a családok védelme érdekében letörje és a régiós átlag szintjére csökkentse a háborús üzemanyagárakat. Ennek érdekében a kormány múlt héten felhívta az üzemanyagforgalmazókat, hogy önkéntesen csökkentsék áraikat. Az üzemanyagkereskedők megértették és elfogadták a kormány szándékait, ezt tükrözi a MOL bejelentése is. A csütörtökön bejelentett árcsökkentéssel áprilisi csúcsértékéhez képest a benzin árát 20 forinttal, február közepén látott csúcsértékéhez képest a gázolaj árát pedig 45 forinttal csökkentették, állapította meg az NGM. Megismételték, a kormány jövő heti ülésén fogja újra áttekinteni az üzemanyagárak helyzetét, beleértve az üzemanyagforgalmazók azon javaslatát, miszerint ne a régiós, hanem a szomszéd országok üzemanyagátlagára legyen a referenciaérték. A Kevélyre fel idén is izgalmas programokkal várta az érdeklődőket május 1-én. A családi futó- és túraversenyen több százan elindultak, hogy meghódítsák a Kevélyt és annak barlangjait. A célban finomságokkal kínálták a túrázókat, ahol vízjátékot, kincskeresést és a tájfutást is ki lehetett próbálni. Napsütéses időben tehették meg a távot tegnap a budakalásziak a Kevélyre fel, majd vissza. Az összesen 13 kilométeres út eleinte sík, majd a vége felé meglehetősen emelkedőssé válik a terep. A túra a gyalogosoknak kellemes, a futóknak azonban már kicsit több kihívást jelentett. Van futó kategória, és van gyalogló kategória, és azon belül is különböző korosztályok. Ami így az előző évek alapján megállapítható, a legnépszerűbb az a családi kategória, tehát ott tavaly közel 400-an indultak családi kategóriába. Nagyon népszerű egyébként, főleg, hogyha jó idő van, egy 5-600 ember ilyenkor mindig felsétál a Kevélybe. Idén annyival különlegesebb a táv, fönn lesz lehetőség tájfutást kipróbálni. Lesz egy természeti kvíz, amit ki lehet tölteni, illetve Gerstenkorn András vezetésével lesz izgalmas barlangokban, mert itt ugye barlangok is vannak, talán kevesen tudják, különböző barlangokban kincskeresés, ez főleg a gyerekeknek, családosoknak érdekes. A regisztráció reggel 9-kor kezdődött. A futók 10 órakor, a gyaloglók pedig negyed órával később rajtoltak. A kalászi terepfutó Tiric Irén a lányaival érkezett, akik anyukájukhoz hasonlóan maguk is nagyon sportosak. Lovaglás, úszás, kézilabda, légtorna és... Az igen, anya példát mutat nektek, ugye? Ő is nagyon sok a sportot. Igen. Lányokkal fogok futni, ugye most ma az ő tempójuk lesz a fontos, nem az enyém. Hányan érkeztetek? Hát ő itt van mind a három lányom, meg a férjem is. Máskor is futottatok már fel a Kevélyre? Igen. És mesélj egy kicsit róla, hogy milyen volt. Hát mi nem teljesen az aljából indultunk. És mi szoktunk túrázni is errefelé, nem csak futni. Mennyire szeretitek a tesókkal a természetet? Nagyon. Mit szoktatok útközben látni?
Hát, bogarakat általában. Forján Szabó Gergely alpolgármester feleségével és két kisebbik lányával érkezett, hogy együtt tegyék meg a túrát a Kevélyre. Csulikupára gyűjtik a pontot, úgyhogy nagyon lelkesek. Minden évben, amikor van rá lehetőségünk, akkor megyünk a Kevélyre, hiszen ez egy fantasztikus lehetőség. Ráadásul majd gyönyörű szép idő van, igazán semmire nem lehet panasz. Szervezők úgy látom mindenről gondoskodtak, és ahogy így elnézem, elég sokan is leszünk. A Kevélynyeregnél piknikkel és remek hangulattal várták a túrázókat. Nelly és Luca együtt érkeztek meg fél távhoz. Örülök, hogy még egyszer eljöhettünk, mert ez a túra egy ilyen jó kiránduló. Csak az a rossz, hogy egy kicsit izzadunk, meg mindegy. De örülök, hogy elhozhattam a barátnőmet is, mert még igazából talán csak egyszer volt, de most legalább nyertünk. Nyertünk is egy kicsit. Mit nyertetek? Hát egy ilyen kis táskát, igen. Kakaós csigát kóstoltam, de a bokát tört volt, egy kicsit hidegebb és egy kicsit melegebb, de mind a kettő jó volt meg minden. És így nagyon szép volt a látvány, mert volt sok fa, meg sok pillangó, meg sok kutyával találkoztunk meg minden. Én szeretek ilyen felfedező túrákra menni, azért biztos, hogy 100%-on biztos, hogy kipróbálnám, tehát hogy nagyon szeretek én új helyeket így felfedezni. Úgy szép a látvány, meg úgy jó idő van. Nekem tetszett amúgy, és most vagyok itt először, hogy is izgultam is. Te tudsz térképet olvasni? Aha, valamelyest igen. Milyen pontok vannak rajta? Mik azok a jelzések, amiket felismersz? Hát úgy szoktam megjegyezni, hogy megnézem, hogy az irányokat, meg hogy körbenézek, utána megnézem a térképen, hogy hol vagyok. És előbb ott körülöttem, utána a térképen megkeresem magam. A Nyeregből még kisebb futásra indulhattak a tájékozódási játékban résztvevők, akik nem GPS-szel, hanem térképpel tájékozódhattak az erdőben. Csináltunk egy pontbegyűjtő pályát, amin bármelyik pontot meg lehet fogni, és a Barna ajánlásával még fokozatokat is kitűztünk, hogy könnyű pontokat összegyűjtöttük egy kupacba, nehezebbetek és nagyobb nehezeket, és akkor mindenki kiválaszthatja magának, hogy melyiket szeretné. Vannak úton levő pontok, mindenféle objektumok, tűzrakóhely, házikó, vannak gödrök, meg sziklák, meg útkereszteződések, kis rétek, tehát ilyesmi jellegű pontok vannak. És aki teljesítette a pályát, az műzli szeletet kap, úgyhogy az energiapótlás is megvan a végén. Kerékpárosok is akadtak, ezt a megoldást a kirándulásra leginkább a diákok, baráti társaságok választották. Sokan testvérrel, gyerekekkel, rokonokkal kapaszkodtak fel a Kevélyre. És volt, aki kutyával teljesítette a távot. Első alkalom, hogy kutyával jöttem a Kevélyre fel túrára, mert hogy egyébként a kutya nekem teljesen új, még egy hónapja sincsen nálam, úgyhogy első kutyás gazda vagyok, és most kipróbáljuk ezt együtt. Nagyon türelmes, megnyugodt, és most már az is látszik, hogy a tömeg sem nagyon zavarja. Kevélyen voltam már sokszor, igen, ismerem, de meg elég jól ki is van jelölve az útvonal, úgyhogy itt nem nagyon lehet eltévedni. Egy kellemes túra, jó leső. Időjárástól függ, hogy milyen extra élmény jár hozzá, de maga a Kevély meg az erdő az nagyon klassz. A Kevélyre fel rendezvényét idén is a Kós Károly Művelődési Ház szervezte meg az önkormányzat támogatásával, valamint az Aktív Magyarország pályázat segítségével. A programon ott voltak a budakalászi iskolák diákjai is, akik közösségi szolgálatosként segítették a szervezők munkáját. Egy napra a gyermekorvosok rendelési ideje felcserélődik. Május 3-án pénteken a megszokottal ellentétben a délelőtti rendelésen 9 órától 12 óráig dr. Locz Bence, délután 13 órától 16 óráig dr. Józsa Eszter fogadja a gyerekeket. A változás csak ezen a héten péntekre érvényes. Felállították a májusfát a német nemzetiségiek a Schwab tájház kertjében április 30-án. A szervezők óvodásokkal és iskolásokkal közösen díszítették fel a fát a Schmidt ház udvarán, majd átvitték végső helyére. A programra élő zenével és gyerektáncházzal várták az érdeklődőket. Régi hagyomány előtt tisztelegtek a budakalászi svábok és a városlakók kedd délután.
A közös májusfa díszítést sokadik alkalommal szervezte meg a Budakalászi Német Nemzetiségi Önkormányzat, hogy összehozza a közösség tagjait. Itt vagyunk a Schmidt-ház udvarán, ahol a májusfa állítás hagyományát most már évek óta igyekszünk feleleveníteni. Először csak a német nemzetiségi óvodából és iskolából jöttek a gyermekek, segítettek nekünk, de mára már az egész város sikerült ebbe belevonni. Fontosnak tartom, hogy a budakalásziak megismerjék ezt a sokszínű kultúrát, ami itt Budakalászon van, a szerbek, svábok hagyományait, és ez az egyik a május fálítás, amivel a német nemzetiségi kultúrába betekintést tudnak nyerni. A májusfa a természet újjászületésének szimbóluma. A hagyománynak még a 2020-as korlátozások sem jelentettek akadályt. Talán emlékeznek a nézők, hogy még a Covid idején is állítottunk májusfát, akkor maszkban és ilyen kis tartóoszlopokkal tartottuk egymás mellett a távolságot. És nekem nagyon jó érzés, hogy nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk akkor a nézőktől, hogy mindenki otthon ült, be volt zárva, és nézte a mi vidám hangulatú májusfa állításunkat. Most feldíszítjük, várjuk még a gyerekeket, az óvodából, iskolából megjöjjenek, velük együtt feldíszítjük a fát, és itt az út túloldalán van a sváb tájházunk, oda kerül felállításra a fa, és ott tudják majd nézni az úttesten, tehát a járdánál fog állni a fa, úgyhogy mindenki nézegetheti majd, milyen szép színes szalagokkal díszítette fel. A májusfa felállításának időpontja a május 1-jét megelőző nap délutánja vagy estéje. A német nemzetiségiek számára kiemelt jelentőséggel bír ez a hagyomány. Tulajdonképpen ez egy nagyon régi tiroli bajor hagyomány, ezt Tirol és Bajor területén kezdték el már több száz évvel ezelőtt, és ez úgy nézett ki, hogy május 1 előtt, 30-án, úgy, mint ahogy mi is csináljuk, kivágták a fákat a fiatal a fiúk, és kedveskedni akartak a lányoknak. Tehát ez egy ilyen udvarlásnak az egyik változata volt abban az időben, és fogták ezeket a fákat, a falu közepén feldíszítették, ráadásul úgy, hát ők azért kicsit komolyabban, én voltam már, részt vettem kint Tirolba is ezeken a rendezvényeken, láttam, hogy. Tehát ott olyanképpen egy koszorút tesznek a fának a tetejére, és a koszorún lógnak az összes kézművesnek, akik a ottani településen, tehát a cipésznek, a péknek, a hentesnek a saját címerük. A díszített fákat ezután kivitték a főtérre. Körbeültek és mulatoztak, ittak, ettek és zenéltek. A májusfákat egész éjjel őrizték, nehogy egy másik faluból eljöjjenek és kivágják vagy ellopják azokat. Egyfajta versengés volt a fiúk körében, de Budakalászon már nem emiatt állítják fel a májusfát. Hozunk minden évben gyönyörű szép fát, együtt közösen feldíszítjük, utána átviszük a Budai út 30-ba a Schwab Múzeum kapujába, ahol ezt felállítjuk, kikötjük, és akkor utána ilyen jelképesen egy jó kis beszélgetés, eszünk-iszünk együtt, jön egy zenekar, aki majd itt fog játszani. Európa szerte általában nyírfát, de Székelyföldön például fenyőfát szokás állítani. Olykor nem sudárfával, hanem galjakkal jelképezik. Sokszor nem a főtérre, hanem a lányok háza előtt állítják fel a fákat, és van, hogy a fiúk szerenádot is adnak a lányoknak. Ahány falu, annyi szokás. Teljesen más dimenzióba ünnepeljük. Én voltam vidéken például Kőszeg mellett egy faluba, ahol ugyanazt csinálták. Ők még úgy csinálják, például Ausztriában. Vannak más helyek, más települések, ahol a simán állítanak egy fát, ott van az egész falu, az egész község összejön, etnek, itnak és vigyáznak a fára ők is egész éjjel, és május 1-én még folytatódik az ünneplés. Tehát ezt mindenki másképp éli meg. A májusfát a budakalászi ovis sok és iskolások segítették feldíszíteni. Májusfát készítettek, a fiúk állították a lányoknak szerelmük jelképéből. Címerekkel, szalagokkal díszítik a fát, és van, hogy a lányoknak ajándékokat is akasztanak az ágakra. A Schmidt-ház udvarára saját készítésű díszekkel is érkeztek a vendégek. Teljesen mindegy, hogy milyen szín a szalag, az a lényeg, hogy repüljön, szép színes legyen. Ugye a régi hagyomány az, hogy a fiúk május 1-je előtt annak a lánynak a kapujához viszik a májusfát földíszítve, aki tetszik nekik. Ez a régi hagyomány, és ezt mi tovább visszük. Én óvodapedagógus vagyok, tehát az óvodában például ma is díszítettünk egy fát krepppapírral, gyerekekkel,
Hát én így éltem át, tehát én nem kaptam májusfát, mert ahhoz még nem vagyok elég öreg. A közös díszítés és a májusfa állítás után Aj-Kornél harmonikás és barátai szórakoztatták a vendégeket, majd gyerektáncházat is tartottak a legkisebbeknek. Garanciális útjavításokat végeznek a Prekopdróban és a Berdóban. A stabilizált útburkolattal ellátott földutak ugyan nem aszfaltutak, írják a budakalász.hu-n, de jó minőségű kivitelezés mellett jól használhatók és kevésbé porosak, mint a földutak. A korábban ezzel a technológiával felújított utak a város több pontján is jól használhatóak, de a tavaly munkákkal számos helyen garanciális problémák adódtak. A hibákat a kivitelező elismerte és végzi a javításokat. A Som utca, Keskeny utca, Barbara köztalálkozásánál több kivitelezési hiba is történt, ezeket garanciális kereteken belül javítják. A munkálatokat tartósan 25 Celsius fok feletti hőmérsékleten célszerű elvégezni, ezért ezt májusra időzítették. A munkálatok idején útlezárásokra kell számítanunk, amiről az érintett lakók 5 nappal a munkakezdés előtt tájékoztatást kapnak. A Som utca elején és a Menta köznél teljes felületjavítás történik majd, a Barbara köz és a Levendula utcához közeleső szakaszokon meleg aszfaltos kátyúzással javítják az úthibákat. A Berdó és a Szőlő utcában már elkészültek a garanciális javítások, az önkormányzat átvette a kijavított útszakaszokat. Végül a várható időjárásról. Pénteken sok lesz felettünk a felhő, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, helyenként ismét előfordulhatnak hevesebb gócok is. Északkeleten marad a szárazabb idő. Többfelé élénk lesz a keleti, délkeleti szél, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökésekre is számítani kell. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 15 és 27 fok között alakulnak a maximumok, az ország észak-keleti harmadában mérhetjük a magasabb értékeket. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. Több mint 700-an vettek részt a Kevélyre fel programon május 1-én. Felállították a májusfát a Schwab tájház kertjében április 30-án. Május 4-től újabb 4-4 forinttal csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. Ez volt mai hírmagazinunk, a Budakalász ma. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Budakalászt, mert hamarosan kezdődik Fogadóra című magazin műsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu/tvbudakalászon. Megtalálhatóak vagyunk közösségi oldalakon is, csatlakozzanak hozzánk ott is. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hogy elsők között értesülhessenek legfrissebb híreinkről, videóinkról. Munkatársaim nevében is megköszönöm szíves figyelmüket, viszontlátásra!